Erdei L. Tamás írófilozófus, sportfüggő, hollywoodi filmekben pedig kaszkadőr. A nyelv szeretetét édesanyja oltotta belé, ezt igyekszik továbbadni a hallgatóságnak, a könyvekre pedig úgy tekint, mint egy nagy utazás. Aki csak ismerte, annak a kedvesen mosolygó, szellemesen okos, ravaszkás tekintetű, gyakran szójátékos Nagy Laci maradt az emlékezetében. Aki csak olvasta, annak pedig a lánglelkű poéta, az a költő, akinek mindig csodálatosan hullámzó, nagyszerű, mitikus költeményeit ismerhette meg. Akárhogy is, az elmúlt évtizedek egyik legjelentékenyebb, legfontosabb költője volt, ma Nagy László költészetével fogunk foglalkozni. Tartsatok velem! Éppen 40 esztendővel ezelőtt távozott tragikus hirtelenséggel költőink sorából Nagy László, aki így mesél szülőfalujáról. Átkozott és babonás, konzervált őskori szokások közé születtem, abba konyalján. Ott nevelődtem mesék és balladák közt, a bájolók parancsoló ritmusában, a házra támadó regős énekek Niagarájában. A felsőiszkázi szülőházat 1908-ban építette Nagy László édesapja, Nagy Béla parasztgazda. Itt élt hitvesével, a nyárádi Vas Erzsébettel. Itt született 4 gyermekük, Izabel, László, Mária és István, írói néven Ág István. A szülői ház ma is látható része állami segítséggel, az iszkáziak szeretetéből és közadakozásból lett helyreállítva. 1984-től Nagy László emlékházaként szolgál, a költő híveinek és családjának szándéka szerint. A szülőház emlékházzá alakításának fő célja Nagy László szellemi örökségének ápolása a szülőföldön, életművének elmélyült megismertetése. Ennek elérését szolgálja az iszkázi székhelyű Nagy László szellemi öröksége alapítvány. 2008-ban a Nagy László emlékház is bekapcsolódott a Magyar Irodalmi Emlékházak hálózatába. Habár a József Attila utáni költészettörténet egyik legjelentékenyebb, legfontosabb alkotója volt, Nagy László grafikusként és festőművészként kezdte pályáját. De hogy is lett a grafikusból és festőből végül költő, ehhez nézzünk egy néhány fontos mozzanatot az életpályájáról. 1925. július 17-én született a Bakony alján, Felső Iszkázon egy középparaszti családban. Ő nagyon sokáig azt szerette volna hinni, és úgy is tudta, hogy július 14-én, ugye ez egy szimbolikus történelmi dátum, hiszen a nagy francia forradalom kezdő napjáról van szó, a Bastille lerombolásáról, ehhez szerette volna kötni a saját születését, és azért tehette ezt meg, mert nyár derekán született, a legfontosabb paraszti munkálatok idején, az aratáskor, így elkeveredett egy időre a születési anyakönyvi kivonata, de eléggé mitoszromboló módon kiderült, amikor előkerült az anyakönyvi kivonat, hogy sajnos nem 14-én, hanem 17-én született. Ez azért érdekes, mert ő részletesen és aprólékosan megtervezett, és tulajdonképpen megemelt, mítoszteremtő módon mindent, még a saját életrajzi adatait is, ezért lett volna fontos számára ez a 14-i dátum. Nagyon kemény, gyönyörű, de nehéz gyerekkora volt, amely hirtelen derékba tört, és hirtelen véget ért, amikor 1935-ben, mintegy 10 évesen, tehén legeltetés közben egy hatalmas láz ledöntötte a lábáról, bal lábát is fájlalta, és ennek következtében meg kellett műteni. Ez az egész életére kihatott, hiszen innentől kezdve csak járógéppel tudott járni, és sok panasza volt később is, sok egészségügyi panasza volt később is a lábára. Az egyik barátja szerint még a gondolkodása, a beszédmódja is lelassult, megfontoltabbá lett a műtét után. Az elemi iskolákat szülőfalujában Felsőiszkázon járta, Pápára járt polgári iskolába, és mivel a betegsége miatt kihagyott egy évet, ezért 2 esztendőt egyszerre végzett el egy év alatt, magántanárhoz járt, szorgalmas volt, és itt kezdte el, ezekben az időkben kezdett el rajzolni, ekkor kezdett el grafikusnak, illetve festőnek készülni. Nem véletlen, hogy érettségi után először az iparművészeti főiskolára, majd egy évvel később a képzőművészeti főiskolára jelentkezett át rajzszakra, de 1947-ben már, ez egy fontos dátum, ez a háború utáni,
újra szerveződő demokratikus Magyarországnak az időpontja. 47-ben már megjelentek az első versei is. Ekkor átjelentkezett a Pesti Egyetem, a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, irodalom-szociológia és filozófia szakra. Tehát 47-48-tól kezdve már versel, már megjelennek a versei, először egy diáklapban, majd a Valóság című folyóiratban. 1949-ben már végzett bölcsészként írói ösztöndíjjal Bulgáriába kerül ki, hogy megtanulja a nyelvet, és tanulmányozza és fordítsa a bolgár költőket, illetve a bolgár népköltészetet. Ezt a tevékenységét később a bolgár kultúra olyan nagyra értékelte, hogy Krisztó Botev díjjal is megadományozták, megajándékozták Nagy Lászlót. Egyébként, hogyha már a díjaknál tartunk, háromszoros József Attila díjas költő, és illetve Alkonyán megkapta a Kossuth díjat is. Nézzük azt meg, hogy az egyik pályatárs kolléga Vég Antal mit mondott róla, mit írt róla. Nagy Lacinak különös fénye volt, az arcának, a tekintetének, a mosolyának, a mozdulatainak ezt a fényt a feje feletti glória adta, aranyozta be vele lényét, mint a szentekét, mert Nagy László szent ember volt. Egyetlen mindmáig, akinek a nevét az írószövetségi választólapon szavazáskor nem húzta át senki. Ha valaki népi író-költő volt, valaha is ebben az országban, hát Nagy László az volt, de én soha urbánusabb, intellektuellebb lélekkel nem találkoztam, mint ő. Lám, milyen jól megfér egyazon testben kétfajta lélek, és hogy a két lelkűség is lehet egy, sőt, három is lehet egy, miként az Atya, a Fiú, a Szentlélek is egy, az igaz Isten képében, írta Vég Antal, szentnek nevezve Nagy Lászlót. És most hallgassuk meg magát a költőt, azt a versét, amely a mindenkori ranglistán a 12 legszebb magyar vers egyike. Létem, ha végleg lemerült, kiimád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyantú mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Nagy László kiviszi át a szerelmet című költeménye, költői hitvallás, tulajdonképpen aki a Nagy László arszpoetikai című tételt húzza, annak elsősorban erről a költeményről kell majd beszélnie az érettségén. Mindössze 14 sorból áll, és ez a 14 sor a végső kérdéseket feszegeti. Elemezzük egy kicsit ezt a költeményt, annál is inkább, mert valóban a végső dolgokról szól. Ez a költemény szerkezetileg három természetes egységre tagolódik, méghozzá az első egység, az első négy sor, a második szerkezeti egység, a következő hat sor, és a harmadik szerkezeti tartalmi egység pedig az utolsó négy sor. Nagy László nagyon szereti, nagyon kedveli a magyaros ütemhangsúlyos verselést, itt is erről van szó, méghozzá 8-as és 9-es sorokat váltogat egymással, pár rímeléssel, lemerült hegedűt, ugye A8, A8, lángot kilehel deres ágra, B9, kifeszül föl a szivárványra, B9, és így folytatódik, méghozzá ugye 9, 9, 8, 8, 9, 9, és megint csak 8, 8, 9, 9, és visszatér a kezdeti rímképlet az utolsó egység elején, A8, A8. Ennek van egy nagyon jó kitapintható lüktetése, ritmikája, ütemhangsúlyos verselésről van szó. 5-ös, 3-as osztású,
ezt nagyon szereti, vagy a 3-5-ös, vagy az 5-3-as osztású 8-asokat alkalmazni Nagy László. És nézzünk egy kicsit a tartalmi elemzését is. Martin Heidegger 20. századi filozófus kifejezésével a gondolkodó költő szólal meg itt az első sorban. Létem, ha végleg lemerült, ugye ez a halálra, az elmúlásra vonatkozik, de a végső ontológiai kérdéseket, lételméleti kérdéseket feszegeti, és ezt teszi, ezt fogalmazza meg kérdésként. Ki imád tücsök hegedűt? Ugye a tücsök hegedű az a költészetnek, a művészetnek az általános, tradicionális szimbóluma. Lángot kilehel deres ágra, a következő kép az az életet adó, a költészetnek, a költőnek az életadó jelentőségét fogalmazza meg. Kifeszül fel a szivárványra, ugye itt a fölfeszülés, az egyrészt jelentheti a krisztusi áldozatot a keresztény mitoszban, a mitológiában, másrészt pedig a költőnek az önfeláldozását, a költészet, a művészet birtoklásáért. A következő kép a második szerkezeti egységnek az elején, lágyhantú mezővé a sziklacsípőket kiöleli sírva. Ez az egyik legellentmondásosabb kép, nem csak párhuzamot, hanem ellentétet is tartalmaz, nagyon sokat lehetne rajta vitatkozni. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban a költőnek a természetet megtermékenyítő, illetve az emberi világot is megtermékenyítő tevékenységéről van szó. Kibecész falban megerett hajakat, verőereket, szintén nagyon érdekes kép. Gondoljunk arra, hogy a kriptában, a koporsóban a halottaknak még nő a körmük és nő a hajuk, ezzel csak utaltam egy lehetséges jelentésre. Dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrális, ugye a káromkodásból katedrális oximoron, az ugye a megdőlt, az elmúlt, a megrendült hitek visszaállítását egyrészt, másrészt pedig a hagyományos keresztény értékekkel való szembenállást és a megrendült emberi hit visszaállítását jelenti az emberi világban. És itt az utolsó szerkezeti egység elején megismétlődik a kezdeti kérdés, de már felkiáltásként, és ez nem más jelent, mint az, hogy ki, ha én nem, tehát ki rettenti a keselyűt. Ugye a keselyű az megint csak egy mitológikus kép, egyrészt utalhat a Prométheusz mítoszra, másrészt pedig ugye a halálra ismét. És az utolsó kérdőfelkiáltás, ki viszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra, ahol a szerelem, a nagybetű szerelem az nem csupán az emberi vonzalmat jelenti, hanem minden értéknek a koncentrált sűrítményét. Nagy László bár szerint ember volt, de egészen érdekes módon gondolkodott a többi emberről. Hallgassuk meg ezt, hogy hogyan. A múlt században, de előtte is, sokszor mondták, manapság is, sokszor hallom ezt a szót, hogy az ember jó, der Mensch ist gut. De azt is tudjuk, hogy az ember csak szellemével emelkedett ki úgy, ahogy a természetből a teste biológiai fölépítése teljesen természeti. Így hát az ember természete agresszív is. Tudjuk, hogy a kromanyoni emberek lebunkózták, leöldösték a neandervölgyi embereket, elfoglalták a barlangjaikat, a vadász helyüket. És ez az öldöklés szinte a mai napig is tart. Nem javult az ember azóta. 1951-ben a költő hazatért Magyarországra, Bulgáriából, és utána is többször visszatért Bulgáriába, de itthon nehezen találta a helyét. Ez ugyanis a sztálinista fordulatnak az időszaka, a Rákosi diktatúra kezdete, és Nagy László éppen ezekből az esztendőkből maradt ki, amikor külföldön tartózkodott, a fordulat évét ugye lekéste, hogy így mondjam, és nagyon nehezen értelmezte ezt az új helyzetet, nehezen találta a helyét, saját személyes megcsaláltatásaként is, látta a saját családjának a nyomorúságát, a paraszti világnak a beszolgáltatásoktól megterhelt nyomorgását, saját maga is nehéz anyagi körülmények között élt. Körülbelül egy évig tartott, mire ezt fel tudta dolgozni, és pályatársával, Juhász Ferenccel együtt kidolgozott egy új politikai programot, egy új költői koncepciót, amit innentől kezdve következetesen alkalmazott. Nézzük egy újabb ismert, híres versét, az Adjon az Isten
című verset. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széllyel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Nem véletlen ez a ritmikus dalszerűség, ez egy dal, meg is zenésítették többen, többek között a Kormorán együttes, mindig óriási sikert arat ennek az eléneklése, hiszen viszi magával a verszene, a dallamot, és a dallam hozzátesz, de ugyanakkor elisver sok mindent a szövegversből. Annak ellenére, hogy nagyon könnyen memorizálható és jól énekelhető, nagyon mély dolgokat fogalmaz meg ez a vers, ismét csak hangsúlyos magyar ütemhangsúlyos nyolcasokból állnak a sorok, bár ez széttördeli, 5-3-as osztású nyolcasokat széttördeli, és általában keresztrímeket alkalmaz, félkeresztrímeket, illetve egy helyen előfordul a pár rím is benne. Tulajdonképpen a hétköznapi élethez szükséges alapvető dolgokat kéri az Istentől, mint egy fohászként, de az látszólagos szerénység mögött a József Attilai a mindenséggel mért magad koncepció húzódik meg, ugyanis nem más, mint tulajdonképpen karakánul mindent akar. Tehát a látszólagos alázat és szerénység mögött a mindenség akarása húzódik meg. Azt fejezik ki a végén, hogy még a kérés is szégyen, tehát kérés nélkül is adjon neki az Isten, még a kérés is megszégyenítő a számára. Ugye ez egy vagány, vagabund, nagyon karakán kiállás az alázat mögött, az alázat hiánya van, inkább a büszkeség fogalmazódik meg, amely abban a gondolatban foglalható össze, hogy mindez nekem jár, mint embernek és költőnek. Nagy László 1952-ben nősült meg, felesége Szécsi Margit költőnő, élete egyetlen nagy szerelme volt, 26 boldog évig éltek együtt. Margit pestszentlőrinci munkás családból származott, és fiatal éveit épp annyi pályamódosítás és viszontagság jellemezte, mint Nagy Lászlóét. Közös életük sem a kényelem és a nyugalom jegyében indult. Többnyire olcsó albérletekben tengődtek, és sokszor még azt sem tudták megoldani, hogy együtt lakhassanak. Igazi közös otthonuk házának falán ma emléktábla jelzi, hogy itt élt a legendás költőházas pár. Ahogy itt áll Nagy László egyik szobra is, az arcplasztika mellette a bottal, amely hozzátartozott. Egyetlen fiúk született, Nagy András, aki felnőttként, apja nyomdokaiba lépve, elismert grafikus lett. Szülei több verses kötetének a borítóját is ő tervezte. Kettőjük közös életművét el lehetne beszélni az egymáshoz írott verseik, illetve leveleik felidézésével is. Mindketten nehezen viselték az egymástól való távolságot, de különösen Lászlóra volt jellemző, hogy nagyon nehezen viselte Margit távolságát, Margit messzeségét, ha éppen nem lehettek együtt. A következőt írta. Aranyosom, hanyag voltál, és nem is tudod, milyen izgalmat okoztál. Ismételten bebizonyosodott, hogy rühelled a profétaságot, a levélírást. Őrítően hiányzol, és ez itt a baj. Halálra szeretlek. Halálra szeretlek. Nagyon árva vagyok, búskomorbika. A kisgyerek jól van, bár a múlt héten pár napig lázas volt. Néhány verset próbáltam írni. Vázlatosan. Kislányom, tehát írj hamarosan. Kislányom. Szeretnék megnyugodni nálad. Nagyon szeretlek. Ámen. Margit nagyon gyakran versben válaszolt az epekedő szerelmes sorokra, és például ezt írt a többek között. Jó vagy, te vagy a szegény lány álma, csókolsz, haragszol, nem vagyok árva. Nem sok idő adatot nekik, mindössze 26 évet tudtak együtt tölteni, ugyanis különös módon mibe is hallhatna bele egy költő, mint a költészetbe, magába, a költői tevékenységbe. 1978. január 21-én a Fővárosi Kassák Klubban Szécsi Margit verseit adták elő, és jelen volt a költő pár is. Éjszaka késő éjjel ért véget az est, és elkapta őket egy havas eső. Nagyon megáztak. Nagy László
éjjel már rosszul lett, és a felesége ölében haldokolt, mire kijött a mentő, tulajdonképpen már nem tudtak rajta segíteni, úgyhogy 1978. január végén szívroham következtében elhunyt Nagy László. Bár mindketten a 70-es évek legnépszerűbb költői közé tartoztak, manapság már nem igazán divatosak a verseik. Idejét múlt poétikák, így szoktak fogalmazni ezekről a költeményekről, pedig nagyon fontos lenne odafigyelni a verseikre, mert valamit nagyon tudtak a szerelemről. Nézzük meg Nagy László Szívem örökös ételed című költeményét. Szívem örökös ételed, pünkösdi rózsás életed. Eső, hóharmat ránk szakadt, gőzölgünk vörös fák alatt, az égi gyöngy hideg, rideg, hajról bokáig lecsereg, minket az ősz hiába ver, evünket nem hűtheti el. Lehetünk térdig sárosak, tüzesen vagyunk párosak. És ahogy fölépül az egész, a végén van a csattanó, a végén van a főmondani való, a végén éri el a tetőpontját a vers, hogy tüzesen vagyunk párosak. Ebben az egy sorban, ebben az egy mondatban foglalható össze az egész költeménynek a mondani valója. Az egész vers ezt a párosságot fejezi ki. Nagyon szépen megmutatkozik a ritmikában és a rímtechnikában is, hiszen pár rímeket, páros rímeket alkalmaz végig, és olyan képeket alkalmaz, amely arra utal, hogy minden külső körülmény dacára, minden külső probléma dacára egymásban tudnak feloldódni, és egymásnak jelentik a legnagyobb segítséget. Eső, hóharmat például jelenti ezeket a külső problémákat, és a gőzölgünk vörös fák alatt, ha tovább gondoljuk, ugye annak az alúzióját hívja elő, hogy a szerelemnek a heve az, ami elpárologtatja, ami felolvasztja az esőt, a havat és a jeget. Ugyanezt jelenti az ősz hiába ver kép is, hevünket nem hűtheti el, tehát visszajön ez a kép, és a végén pedig még egyszer az, hogy tüzesen, tehát hogy együtt mindvégig ott van a tűz, a láng, a forróság, a szerelemnek a forrósága ebben a költeményben. Tisztelt tanár úr, milyen párhuzamot lehet vonni Nagy László és József Attila költészete között? Köszönöm a választ Gabi Nyíregyházáról. Köszönöm a kérdést, rendkívül helyén való és nagyon fontos kérdés. A József Attilai életmű és poétika azt mondhatjuk, hogy három jelentős későbbi költői életműben folytatódik, amennyiben Pilinszky János folytatja az univerzális magány, a késői József Attila, például gondoljunk a Reménytelenül című versére, ezt a fajta egészen szikár, egészen tömör, a végletekig lecsupaszított, a semmi ágán ül szívem poétikáját, egy katolikus, keresztény szimbólumrendszerbe ágyazva. Nagy László folytatja a népies vonalat, elvíve, elmozdítva a kollektív, az egyéni költészettől a kollektív költészet felé a poetológiát, és a harmadik, egy későbbi életmű, pedig Petri György, aki egy harmadik elemét emeli ki ennek a József Attilai poetikának, és ezt viszi tovább. Egyébként pedig más szinten is értelmezhető ez a kérdés, illetve az erre adott válasz, hiszen Nagy László maga is számos esetben reflektál József Attilára, idézi, utal rá, sőt, egy egész költeményt is szentel neki, ez a címe, hogy József Attila felkiáltó jellel, tehát mindkettőt ajánlom figyelmetekbe, egyrészt a költői életművek továbbgondolását, másrészt ennek a költeménynek az elolvasását és az értelmezését, de még egy verssel készültem nektek, amely pontosan József Attilára jellemző tájképeket tartalmaz, és ez a vers, ez megint csak tisztelet a nagy mester előtt. Csak egy néhány sorát idézem. Táncol a csönd fehér tarlón, trombitája égszínvirág, hatalmától megnémulnak nádasok és bölömbikák, felező nyolcas és keresztrímek. Nagyon érdekes, hogy azt a fajta József Attilai dalszerűséget viszi tovább, ami nagyon is jellemző volt József Attila korai, elsősorban népies tájverseire. És végül, de nem utolsó sorban következzék a magyar irodalom egyik legszebb szerelmes verse, a himnusz minden időben. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem! Iszonyattól, ha szédülök,
ha a pimaszság rám dönök. Önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom. Gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem. Ennyi fért a mai irodalomórába, köszönöm, hogy velem tartottatok. Nézzetek bennünket a jövő héten is, és ne feledjétek, hogy adásainkat megnézhetitek a honlapunkon. Olvassatok sokat, mert olvasni szexi. Sziasztok!